Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sugár Gabi a Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják, és velem szemben egy nagyon kedves ismerősöm, akivel különleges alkalom kapcsán fogunk most beszélgetni. Nagyon régóta ismerjük egymást, ezért aztán tegeződni fogunk. Fehér Enikő író, aki Krajcsirovics díjas alkotó és már többféle művészeti ágban kipróbálta magát. Kimagasló teljesítményű írásai vannak, ez legalábbis az én személyes véleményem, de azt gondolom, hogy másoknak is ez a véleménye, mert most megjelent az első önálló kötete, amelynek az a címe, hogy az analóg ember. És ennek kapcsán fogunk most beszélgetni arról, hogy az elmúlt fél évben mióta utoljára beszélgettünk, mi történt, mi történt Enikővel. Hát akkor kezdjük azzal, hogy mi történt veled az elmúlt fél évben. Köszöntök én is mindenkit. A legutóbbi propunk az a Pest Text világirodalmi fesztivál pályázatának a, egy ilyen versenye volt vagy irodalmi pályázata, ahova egy, egy műben bekerült így a legjobb 12 be És igazából az, az tényleg egy ilyen kiugró pontja volt mondjuk a 2023-as évnek, és akkor még nem láttam előre, mennyi minden lesz a könyvvel kapcsolatban így hirtelen sürgős dolog. Hirtelen olyannal kellett szembenéznem, hogy jó-jó, én ezt így megírtam, leadtam, megszerkesztették, vagy megszerkesztettük de aztán szerzői fotó, borítóterv, milyen borítót szeretnék, te jó ég, én csak annyit tudtam, hogy kéket, és akkor ebből kellett odáig eljutnunk, hogy lassan már kézbe vehető ez a kötet, az első novellás kötetem. Több közös pontunk is van Enikővel, az egyik az például a kékséges szerelem, kékbe érkezett, én is nagyjából kékbe vagyok, kék a körme is, kékséges a világ körülöttünk így aztán, és ami még nagyon tetszik, hogy például olyan fülbevalója van, olyan egyedi fülbevalója, amely egy kis könyvecske, tulajdonképpen egy írható kicsi-kis emlékkönyvecske, és a legutóbbi alkalommal például én is, ha minden igaz, akkor írtam bele. Úgyhogy téged az a könyvek, az irodalom, az írás mindenféle módon körülvesz. Igyekszem, igen, így, így az volt. Már a kezdetektől, hogy én, nekem mindegy, hogy mivel fogok foglalkozni, valahogy legyen közöm az irodalomhoz, a kulturális élethez, valahogy a képzőművészetekhez is, és most így úgy tűnik, hogy efele tartok, vagy ez, ez látszik megvalósulni. Mi az, amivel most foglalkozol egyébként a hétköznapi életben? Tehát fehér enikő, a fiatal tehetség, egyébként mit csinál a hétköznapokon? Hát egyébként most jelenleg doktorandusz vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, mellette kulturális újságíró gyakornak a kultúra.hu-nak, tehát tulajdonképpen így az írás is most már kicsit munkává vált az újságírás évén. illetve mivel így érdekel alapvetően mindenféle médium, ezért most televíziós újságírás tanulok, ahol stúdió gyakorlataim vannak, kamera előtti szereplésem. Igen, ez nagyon izgalmas, ez nagyon izgalmas, mert már az el elmúlt alkalommal is beszéltünk arról, hogy te mennyire nyitott vagy másokra, hogy te mennyire oda tudsz fordulni bizonyos helyzetekbe, és mennyire meg tudod figyelni a körülötted lévőket, amelyekből aztán lecsíped magadnak a az érdekesnek, izgalmasnak tűnő elhangzó mondatokat, félmondatokat, stb. És akkor ezzel találkozhatunk az írásaidban is. És hogy valahol azért az újságírás is ez nyilvánvaló, mert hogy figyelnünk kell a másikra, meg kell hallgatnunk a másikat, és akkor úgy néz ki, hogy nálad ez most a hivatásban is visszaköszön. Igen, így igyekeztem ezt is kipróbálni, mert, mert érdekelt, és aztán nagyon tetszik a kulturális újságírás része, és hát talán te tudod a legjobban mennyit számít egy jól feltett kérdés, egy jó első kérdés, mennyire megalapoz bármit, és most így ezt, ezt tanulom, vagy gyakorlom élesben. És akkor van körülötted egy csomó irodalmi csoport is, mert azért háttérzaj, ha jól emlékszem, annak is az alapítója, az egyik alapítója, vagy beszélnél erről egy pár mondatot, hogy mondjuk az elmúlt fél évben mi történt veletek, és akkor áttérünk a legizgalmasabb részre, a kötetedre. A háttérzaj életében most volt egy igen nagy esemény, Temesvárra kaptunk lehetőséget menni Ugye ez egy főleg, főleg románok lakta város, már kevés magyar élott. de egy ilyen eléggé világhírűnek mondott nemzetközi művészkönyv vásárt rendeznek ott, és ezt úgy kell érteni, hogy japánokkal és svédekkel találkoztunk, és a háttérzaj elkészítette az első angol nyelvű kiadványát, hogy akkor így a nemzetközi szintéren is olvashass olvashassák a novelláinkat, verseinket, hogy ez egy irodalmi kör alapvetően, de vannak kis kiadványai, zinjei, és ezzel képviseltük most. Hát mondhatjuk, hogy Magyarországot, mert mi voltunk az egyetlen magyar ott lévő kiállító most ezen a vásáron, és ez egy óriási élmény volt. Egy pár mondatot mesélsz erről, hogy mi az, ami téged leginkább megérintett, megfogott? Igazából sokszor érzem azt, vagy hát nyilván mindenkinek vannak ilyen válsághelyzetei, hogy amit éppen csinál, annak mi értelme, érdekele bárkit, stb. Ez szerintem teljesen rendben van, de ott az ellenkezőjét tapasztaltam, óriási nyitottságot és kíváncsiságot a felé, hogy de érdekes, hogy ti írtok és megmutatjátok a világnak. Mondjuk én ott beszél egy, egy svéd srác arról, hogy ő járja a világot a saját kiadványaival, és fel sem merül benne, hogy az esetleg így nem lenne financiálisan pozitív, vagy, vagy megírja neki, nem, ez egy szerelem projekt, van mellette munkája, de ezt azért csinálja, mert szereti eljönnek Japánból kiállítani a, a rajzaikat, amik, amik zseniálisan gyönyörűek, és nekik az, az, abszolút egyenértékű azzal, mint mondjuk mi csinálunk, mert ilyenkor ugye beindul a, a, cserebere a kiállítók között, a vásár utolsó napjaiban, és akkor akkor ők is rácsodálkoznak a, a mi dolgunkra, és mi is az övékre. És ez nagyon motiváló Ez volt. Érdekes volt, amit mondtál, hogy elindul, és akkor megy, és nincs benne kétség, hogy bármilyen akadály merülhet fel előtte. Az önmegvalósítás ebbéli útján ő szakadatlanul halad előre. Benned voltak néha kételyek? Alapvetően bennem jóval több, mint az, így egészséges lenne, inkább ilyen belső kételyek. Azt mindenképpen tudtam, hogy írni szeretnék. Inkább csak az volt, hogy hogy de hogyan találom meg az olvasókat, hogyan tudom úgy eljuttatni magam, hogy ne, ne érezzem azt, hogy ez nagyon ilyen reklámszagú, hogy hogy hitelesen tudjam képviselni azt, ami nekem fontos. Nagyon érdekes, amit mondasz, és küldtél nekem néhány gondolatot is a köteteddel kapcsolatban, és én nekem nagyon tetszett, amit erről mondtál. Azt írtad ugyanis, hogy te úgy véled, hogy nem ülni kell és várni, hogy majd megtaláljanak téged az olvasók. Nem így írtad le ennél sokkal választékosabban. Én most csak ezt így De ez a mondom, hogy mi volt a lényege. Hanem te azt gondolod, hogy neked kell valamilyen módon megszólítani a leendő olvasóidat. És ez nagyon tetszik, ugyanakkor azon gondolkodtam, hogy, hogy egy 20 éves fiatal, rendkívül tehetséges írónő, hogy tudja ezt megtenni? Alapvetően nem szeretnék átesni a ló túloldalára, azért most így a, a generáció erősen használja a közösségi médiát, és Igen. tartalmat gyárt, ami egyébként az ő könyve, az ő festménye és a többi. Hogy, hogy alapvetően nem szeretném, hogyha ez, ez lenne a túlsúlyban, inkább az, hogy, hogy olyan személyes kapcsolódást tudjak létrehozni, ami, ami aztán hosszú távon is megmarad az emberben. És erre például az a felolvasó közös felolvasások, Beszélgetések, könyvbemutatók, inkább alkalmasabbak szerintem, főleg az analógságát is hangsúlyozva, hogy, hogy hogy szeretem, hogyha valami így. így tudod, szemtől szembe történik, és akkor nagyon primár visszajelzések jönnek egy-egy szövegről. Igen, nagyon izgalmasakat meséltél az elmúlt alkalommal, mikor itt voltál, hogy hogy mész ki emberekhez, hogy beszélgetsz velük, hogy hallgatod őket és figyeled őket, és ami nekem nagyon tetszik benned, hogy te ott vagy akkor és jelen vagy, én azt érzem. Ez szerintem a mai világból nagyon a mai világban nagyon ritka, hogy valaki csinál valamit, és abban a pillanatban ott van, és nem túl gondol valami előzőt, vagy valamit, ami majd egyszer egy vélhető jövőben bekövetkezhet. Jól gondolom azt, hogy te egyébként ott vagy, amikor vagy valahol? Nagyon nehéz szerintem így tényleg jelen lenni. Nagyon nehéz. Nagyon figyelni, tehát én, én erre egy kicsit renírozom magam, mert, mert én is el tudok veszni az agyalásaimban, hogy most akkor mi lesz a következménye ennek is ennek, vagy, vagy ő most miért mondja ezt, tehát hogy, én hajlamos vagyok túlagyalni dolgokat, de igyekszem arra tréningezni tényleg magamat, hogyha valahova elmegyek, akkor csak az az adott tér, azok az emberek legyenek ott velem. És az írásaidat, az írásaiddal kapcsolatban, hogy, hogy állsz a mondataiddal? Milyen kapcsolatban állsz velük? Tehát, hogyha leírtál valamit, akkor utána kételkedsz benne? Vagy pedig már a következő mondatokat, szavakat keresed? Hát inkább csak hagyok időt neki, meg magamnak is, hogy így eltávolodjunk egymástól. Mondjuk ez a, ez a könyv tulajdonképpen egy ilyen nagyjából öt éves periódusnak a lezárása most, ami ilyen óriási időnek tűnik. De, de azért benne van az is, hogy, hogy kellett neki az idő, meg hogy úgy tudjam olvasni ezeket a mondatokat, hogy már már nem a, a, szerzői oldalról, hanem az olvasói oldalról. És én így igyekszem kiírni mások mondatait is, ahogy ezt így nem csak idegenekét, hanem mondjuk olyan szövegeket, olyan könyveket is így kiegyzetelek magamnak a jó mondatokat, amik így tetszenek. És ezek nagyon sokszor beépülnek, és nagyon izgalmas visszakövetni, hogy mi honnan került elő, és jelent meg a könyvben. Ebben a könyvben is nagyon sok ilyen csenés van nem is mindig szándékosan van, amire utólag jöttem rá, hogy ezt így elcsentem valakitől. Ö, zseniális szófordulatok, geniális mondatok vannak. Majd lehet, hogy ha lesz időm, akkor itt, amíg beszélsz, majd teszek fel kérdéseket, majd kikeresek egyet-kettőt, mert most reggel is az volt a baj, hogy nem írtam ki magamnak. De volt egy-kettő, amire annyira felkaptam a fejem, hogy, hogy nagyon. Uh -huh. Na és akkor most térjünk rá egy picikét arra, amiért nagyon örülök, hogy eljöttél, ez pedig a köteted, az analóg ember. És akkor én elkezdtem gondolkodni, mert az a néhány gondolat, amit írtál nekem, abban te gyönyörűen megmagyarázott, hogy, és már az előbb is kitértél arra, hogy miért analóg ember, miért ez áll inkább közelebb hozzád. Én megnéztem a, a, a Wikipédián, megnéztem a szótárba, hogy az analóg maga mit jelent. Hasonló valamivel bizonyos szempontból egyező, annak megfelelő, a görög analógos szóból származik, melynek jelentése arányos, megfelelő, hasonló és akkor utána olvastam azt még egyszer, amit nekem küldtél néhány gondolatot, és azt gondolom, hogy, hogy a hétköznapi ember, vagy ha valakinek azt mondjuk, hogy analóg, akkor rögtön mellé rakja, nem ez jut eszébe róla, hanem az, hogy analóg vagy digitális. Igen. Analóg vagy digitális. És valahol az analóg az, 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 egy picikét a poros, múltba néző, izgalmas valaki, akinek adott esetben vannak, vannak sztoriai és történései, még a digitális az mindent megmutatott van állandóan, stb. stb. Tehát az már a 21 vagy nem tudom a hanyadik század. Jól gondolom én ezt, hogy, hogy, hogy ezért ez a cím, mert hogy te egy picikét ez a lassúbb, magában nézőbb, elgondolkodtatóbb sztorikat sorakoztatsz föl ebben a kötetben. Nekem nagyon tetszik ez a párhuzamot, hogy az analóg az így annak történetei vannak, tehát mintha lenne mögötte munka, hogy felfejtsd meg egy kis titok. És tulajdonképpen ez, ez az, ami engem lenyűgöz mondjuk az analóg emberekben. Mármint, hogy én sem vagyok az, mert mikor ide jöttem, megnéztem a Google Maps-en, hogy hogyan jutok ide, meg tehát, hogy interneten keresek rá elsőre, ha valami nem jut eszembe. Képzeld el az én korosztályomat, nálunk teljesen keveredik a kettő, és én annyira látom magam előtt, én egy én egy félig lehúzott redőny, beszűrődik a nap, és egy kis por, egy kis pókháló is itt ott, ott könyves polc, hatalmas tükör, és ott ül az analóg ember, és elmélkedik. Adott esetben olvassa mondjuk a te kötetedet. Hát, én így tudom ezt elképzelni. Egyébként ez egy izgalmas prototípusa lehet. De, de az, az volt bennem, hogy nagyon sok Idősebb karakter jelenik meg e ebben a könyvben, meg nagyon sok olyan ember, akinek így kényelmetlen mondjuk ez a világ, és erre különböző módokon reagál, akár úgy, hogy képzelődik, vagy, vagy elképzel egy világot, amiben élni tud. De, de egy kicsit, így e ezekhez az emberekhez szeretnék valahogy visszafordulni, hogy ők, ők kicsit ilyen kihalóban lévő faj, mármint olyan szempontból, hogy neked milyen a viszonyod az analóg emberrel? Én nagyon ideám, én szeret, szeretnék leválni mondjuk úgy, vagy visszavenni a digitális jelenlétből. Én ezt most nagyon egy ilyen negatívumnak érzékelem, vagy időrablónak sok esetben, már mint hogy nem tartom rossznak a technológiát, természetesen szükség van rá, de nagyon sokszor azt érzem, hogy ő használ engem, és én nem tudom jól használni. Érdekes, amit mondasz, nagyon érdekes, mert hát végül is nekem a nagyfiam is 20. Huszon egyéves, és, és ha én azt mondanám, vagy hogyha felmerül, hogy valami probléma van az internettel vagy egyéb, akkor összeomlik a, a világ. Érdekes, hogy te meg azt mondod, hogy te szívesen elhagynál bizonyos digitális eszközöket, és lubickolnál az analóg világban. Vannak előnyei, de ennek mentén tényleg így ilyeneken kezdtem agyalni, miután meglett a könyv cím, hogy egyébként ki még analóg ember, tehát hogy például mit csináltak az okostelefonok előtt a metróna Budapesten az emberek, hogy, hogy hogyan utaztak, mert most ugye, ami, amióta mondjuk gyakrabban vagyok fent egyetemiatt, miatt, nyilván mindenkit azt látom, hogy a telefonját használja, ezzel nincsen semmi gond tényleg, de hogy milyen volt előtte, vagy ha hirtelen kellett egy információ, utának kellett nézni, te hogyan készültél fel az interjú alanyaidban. Szóval, hogy, hogy Igen, teljesen internet. egy másik embert kíván, vagy egy másik munka metódust. És, és tulajdonképpen akik ebben a kötetben vannak, nyüzsögnek, beszélnek, ők még nincsenek benne ebben a, ebben a szituációban. Igen, és hát ameddig eljutottam, nem is nagyon került elő semmilyen digitális eszköz a kötetedben, hanem az emberek vannak. És ha már az emberek vannak, akkor találkozunk. Én nekem nagyon tetszett és nagyon izgalmas az, hogy találkozunk egy régi ismerőssel, akiről már hallhattunk a különböző rendezvényeiden. Ő pedig fekete zsák, aki egy fekete kabátja is van, lehet, hogy ezért fekete zsák. Egy érdekes ember, aki úgy szabad, hogy igazából sehova se tartozik, de mégis mindenhol, illetve a, a novelláid nagy részében jelen van és még azokban is, mert hogy ez egy novellás kötet, tehát lehet az elejétől a végig is olvasni, de lehet egyet-egyet is elolvasni, mert megállják a helyüket. Szóval még ott is megjelenik, és nekem nagyon izgi volt, hogy ö, beszélgetés előtt említettem a néni tabletát, amit hallottam tavaly vagy tavaly előtt a Bánhidai Alkotóházban volt egy ilyen irodalmi ested, és ö, például a néni tabletta az egyes szám első szemébe íródott, nem úgy, mint mondjuk a fekete izsákos sztorik, azok egyes szám harmadik szemébe, tehát ez is váltakozik a dovellás kötetedbe, és azért ott van a, a, néni tabletában is az izsák, tehát megjelenik a fekete kabátos ember kész, és akkor megy tovább a néni sztori. Szóval ki ez a fekete izsák? Tulajdonképpen ez, ezt valamennyire a tataványa is ihlet olyan szempontból, hogy minden kisvárosnak, minden közösségnek megvannak azok az arcai, akik ott vannak mindenütt, de soha nem beszéltetek. Maximum összeakadt a tekintetetek, de nem tudott ki ő, nem tudod, hogy került oda, mi a története, stb., és kicsit Fekete Izsák is ez az alak, aki egyébként így ott-ott van minden eseményen, vagy hát nincs minden eseményen ott, de hogy így úgy érzed, hogy láttad már ezt az alakot. Úgy érzem, hogy ismerem. Igen, igen, hogy így így, így észre a, a tájnak, vagy hogy mondjam, és, és kicsit az ő, ő szeme az, ami, ami megmutatja, hogy, hogy mi van akkor, hogyha így elkezdi az ember figyelni a környezetét, elkezdi hallgatni a történeteket maga körül, elkezd rákérdezni mondjuk a, a parkőr, vagy a helyi, nem tudom, tanárnak a, az életére, hogy ő, ő hogyan látja éppen. A, a néni tabletta, amit emlegettél, ez például egy szakításnak a igen, feldolgozásáról történet. szól, igen. és hogy hogy ebbe is így belefülel kicsit. De kicsit megjelenik, igen. Igen, belehallgatózik. Fekete izsák leköltözik vidékre, című novelládat kerestem még, mert a borítód is nagyon izgalmas. Én nem tudom, hogy erről mesélnéle, illetve a, a stábról, akik segítettek a kötet elkészítésebe, és utána folytatom a kérdésem. <laughs> Rendben, nagyon szívesen, mert mert nagyon izgalmas, meg nagyon sok segítséget kaptam a, a borító kapcsán is. Ezt, ezt Szentes Zágon tervezte, és úgy, hogy nagyjából leírtam neki, hogy, hogy mit szeretnék, hogy valamilyen gangos házba kukucskáljon be, és akkor valahogy az jelenjen meg, hogy Ahogyan, tehát mindenképpen éjszaka, és mindenképpen kék borítót szerettem volna, és egy gangos házat, és ez, ez, mondjuk így elég tág fogalom, meg ebből bármi lehet, és akkor írt, hogy éppen Budapesten jár, mert ő egy erdélyi egyébként, és hogy, hogy mondjak neki gangos házakat, és én kifejezetten az az ember vagyok, aki imád Budapesten barangolni, és ez a Szabó Ermény könyvtár Merőleges utcában van, a, hát ez egy kép alapján és arra készült a Magyar Építész Fórum, vagy valami hasonlónak a szerkesztősége, egy ilyen kis zúg, ami be van nőve borostyánnal, és én oda mindig bekokucskálok, arra járok, egy időben arra is laktam, tehát így elég gyakorta benéztem. Fekete zsák biztos, hogy gyakran fordul itt meg szerintem, ugye? Igen, és hogy ez egy olyan olyan zúg, ami így hirtelen csak így elnézel egy, egy ház sortól jobbra, és, és ott vár rád, mint egy ilyen paradicsomi állapot és nem változott sokat azóta sem, és, és megtalálta a zágon ezt a, ezt a kis zugot, lefényképezte, és akkor így éjszakai tájjel varázsolta nekem. De van ennek még egy különlegessége, és akkor most folytatom a kérdésemet, mert a Fekete Izsák leköltözik vidékre rész novella, novellában szerepel egy kalitka, és én nekem azonnal ez jutott eszembe, amikor megláttam ezt a képet, mert ugyanez nyitva van, tehát nincs teljesen bezárva, tehát látszik a hold, látszik egy része ennek a gyönyörű gangos háznak, de azért mégiscsak ott van a tetején meg oldalt egy olyan fém szerkezet, mint hogyha kalitka lenne. Igen, amúgy ez nagyon jól mondod, mert nekem így nem... Esetleg. Vagy nem állt össze, hogy így egyébként ez ketrec is lehet. Én nem, én nem mondanám ketrecnek, mert a ketrec azért egy picit más, mert hogy a kalitkának is nagyon sok értelme lehet ebben a, a novellátban. Mesélsz erről egy picit, erről a részről? Tehát lemegy Igen. vidékre a fekete zsák. Igen, is, és beköltözik egy házba, amiről azt hiszi, hogy üres, de motozást hall, és kiderül, hogy a, a pincében egy idős hölgy egy ember méretű kalickában... Tengeti a napjait. És kiderül róla, hogy régen madarakat tartott, és ők voltak a mindenei, és úgy gondolja, hogy a férje az, az elirigyelte tőle a madarait, és emiatt meg akart tanulni repülni, és emiatt lezuhant valahonnan. Nyilván itt benne van az is, hogy ez egy ilyen szándékos zuhanás volt, viszont ő azóta a madarak unszolására elengedte az összes madarait, és ő költözött a ketrecbe, amit így csináltattak neki a faluban, mert hogy elmentek neki otthonról. Ugye, elég sok novella foglalkozik azzal, hogy mi a normális, meg ki az őrült. Igen. Ez, ez szerintem egy izgalmas téma. Nagyon izgalmas <laughs> téma, mert néha egészen ö, nehéz ezt a kettőt, kettőnek a határát szerintem Igen, megtalálni, vagy nagyon közel vannak egymáshoz. És akkor tulajdonképpen nyilván a, a, az legelső ötletenél, a novellánál az volt, hogy egy néni, egy ember méretű ketrecben, ez a kép így me megjelent a fejemben, jó jó, de akkor ebből legyen valami történet. igen. És, és hát aztán tényleg végtelen az irodalma annak, hogy, hogy most akkor ez a bezártság, hogy mennyire korlátozzuk magunkat, mennyire döntünk úgy, hogy mi vonunk magunk köré kalickát, falat, igen. bármit. Tehát fizikailag nem kell, hogy ott legyen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokunknak vannak láthatatlan kalitkái, igen, amelyeket igen. valamiért nem tudunk kinyitni, vagy nagyon nehéz, vagy csak segítséggel tudunk kinyitni. Igen, sok, sok esetben az van, hogy, hogy az embernek Mondjuk nyitva van a kalicka ajtaja, és mégsem megy ki. Ez a Kokoska babája című regényben jön elő nagyon sokszor, hogy, hogy ott pintjeket tart egy madárkereskedő, és hogy sokszor kinyitja az ajtaját a kalickáknak, és mégsem mennek ki, vagy kimennek, de visszavállnak. És hogy ez talán egy ilyen nagyon emberi vonás. Inkább, inkább emberi, mint madár vonás. Igen. Mesél még egy kicsit az Izsákról, hogy tulajdonképpen ő, ő hova merre halad ebben a, a kötetben, illetve az első, az úgy indul, hogy fekete izsák életinterjú, mert hogy egy ténylegesen egy kérdés felelettel egy interjúval kezdődik a köteted. Igen, és ez az életinterjú is nagyon érdekesen adta magát mert egy barátom írt, hogy ő, ő szociális munkásként dolgozik hajléktalan ellátásban, és kellett egy interjút csinálni, egy életinterjút valakivel, és ő már ismerte a Fekete Izsák novellákat, és kitalálta, hogy Fekete Izsákkal csinál, mintha mint igazi ember lenne. És ez az az interjú, feltette a kérdéseket, én, vagyis Fekete Izsák válaszolt rá, és ő leadta ezt a az órájára ezt az életinterjút, és jegyet is kapott rá. Benne van a Neptúr rendszerben, ötöst kapott egyébként, és, és a tanára teljesen le volt nyűgözve, hogy ez a legjobb életinterjú, amit valaha olvasott, és nyilván ez most így elég szakmaiatlan, mert tulajdonképpen hogy nem úgy végezte el a feladatot, de de úgy voltunk vele, hogy ezt, ezt az irodalom és élet összejátszást megengedjük magunknak. Na, itt aztán nem volt semmiféle kalitka. Ez zseniális. Nagyon jó. Nagyon jó. És akkor tulajdonképpen ez az írás indítja a kötetet. Igen, igen. Hogy egy kicsit így valamennyire Hát mi, szerintem az előszót nagyon kevés ember olvassa el, vagy nem tudom, te hogy vagy veled, de szerintem az az, amit átugranak, és ez az interjú úgy előszóként funkcionál, ha elolvassa valaki, akkor jó, mert akkor nagyjából képbe lesz, hogy akkor fekete zsákkal fogunk foglalkozni, hanem az sem baj. Az sem baj, mert beszéltünk róla, hogy egyébként önállóan is megállnak ezek a, igen, a novellák. Igen. Na, és milyen utat jár be ez a fekete zsák a novelládban? Az ő útja egy kicsit kusza, mert ö, nagy, nagy szerelembe esik. Egy Igazából ez miatt ő így elveszti a valóságba vetett hitét, ugyanis ö, a történet szerint hétfőn, szerden és pénteken egy Szent Bonaventúráról elnevezett rendházban dolgozik, kedden, csitörtöken és szombaton pedig egy kuplerájban a Rákóczi úton. Mindkettőben, mint takarító. Nekem ez is. Ez is. Elképesztő, tehát, hogy ekkora ellentéttel kupleráj és rendház. Igen, és hát történetesen a rendházban hétfőn meglát egy gyönyörű novíciát, egy apátszané vendéket is, beleszeret. És ezzel önmagában még semmi baj nem lenne, mert ez nem teljesülhet be nyilván. Viszont a következő héten, csütörtökön, meg a kuplerájban pillantja meg ugyanezt a nőt. És ettől ö, egy kicsit ö, elszáll a valóságból tett hite is, és emiatt úgy dönt, hogy akkor akkor ö, nem akar ebben a világban lenni, el akar felejteni az egészet, és így jut el Görögországba, Franciaországba, tehát így mindenfele sodortatja az élettel magát. És en, ennek a sodrásnak, vagy mondjuk ennek az ilyen feldolgozó körútnak a az állomásait követhetjük végig ebben a novellás kötetben, hogyha ezt egy ilyen egész történetként akarjuk olvasni. És a végén megnyugszik? Hát igazából. Előjünk le minden igen, poén, csak úgy, nagyjából, úgy, úgy hogy megnyugszik? Hogy, hogy Megtalálja önmagát? Így várjuk a, a visszatértést. Hogy, hogy itt a na, na, nagyon sok novellában utalnak arra, hogy majd egyszer visszajön mert hogy, hogy, ugye mivel ismeri mindenki, része a városnak, a városképnek, így hiányként ott van, és az, hogy visszatére, az, az legyen az olvasó fejében talán. Nagyon jó, és akkor most van még egy pár percünk, azért megkérdezem, vissza fog térni? Magyarán mind dolgozol, és hogyan folytatódik Fekete Izsák története? Folytatódik-e? Hát alapvetően most én inkább egy, egy másik témába vártam bele magam, és most a fekete zsák történeteket itt letettem, ami nagyon nehéz volt. De, de úgy voltam vele, hogy, hogy talán most ennyi, mert, mert más történetek is érdekelnek. És most inkább egy olyan történeten dolgozom, ami a, a demenciával foglalkozik, a felejtéssel, memóriával, ezt egy ilyen első világháborús környezetben rakva, de, de úgy gondolom, hogy ez, ez is egy olyan, olyan probléma, amire így muszáj valahogy így reflektálnom, mert hogy minél tovább élünk, annál inkább szembe kell néznünk azzal, hogy Ö, mennyi tetszik. emlékünk van. Igen, nagyon tetszik ez a, ez a, nyitottságod, és mindig találsz valami olyan mondandót, vagy olyan fogodzót, amivel tabunak hit dolgokra is képes vagy felhívni a figyelmet. Például a demencia az, az mert tényleg szembe kell néznünk vele, hogy minél idősebbek vagyunk, annál inkább ez előfordulhat. Igen, nem, nem könnyű dolog, de, de úgy voltam vele, hogy én ezzel szeretnék szerzőként foglalkozni. És akkor novellákra készülsz, majd novellás kötet, vagy ez most még egyelőre? Egy, egyelőre inkább csak Most fog megjelenni belőle egy novella a, a Pannon tükörben, tehát hogy ez, ez, már így elindult tulajdonképpen. De, de hogy mi lesz belőle, az még, még a jövő zenéje. Egyelőre próbálom feldolgozni a, a, hogy mondják, ez kötet utáni depressziót, tudod, mint a szülés utáni depresszió, hogy így, Van kötet utáni depresszió? Így, van, állítólag van, és ugyanúgy ilyen fél éves periódus, hogy... És ez mit jelent, hogy olyankor, olyankor elengedsz, és akkor ebből adódóan vagy feszült, vagy milyen egy kötet Sok barátom depresszió. nagyon ráfeszül, hogy jó, hogy megjelent a könyv, most már így ez egy kézzel fogható dolog, de tudok-e én írni, jól írok-e, írjak-e egyáltalán, miről írjak, és én ettől féltem, és a az ettől való félelemben már tudom, hogy miről szeretnék most írni, meg már, már elkezdtem rajta dolgozni, de hogy, hogy ettől így jóval intettek, hogy ez így létezik, hogy az ember kicsit megretten attól, hogy így valóságos lesz az, amin dolgozott. Akár Milyen érdekes, ki? amit mondasz, hogy attól félsz, hogy aztán most hogyan fogod folytatni, uh, hogyan, mivel fogsz foglalkozni a következőkben. Milyen érdekes, pedig hát annyi téma van benned, úgyhogy szerintem ettől mm -hmm. nem kell félned. De mondom ezt én, mikor tudom, hogy vannak bizonyos uh, életszakaszokban bizonyos olyan érzések, amelyek akarjuk, vagy nem jönnek, és mondod, hogy adott esetben ez is előjöhet. kellett uh, bocsátani végül is, hogy el kellett fogadni, hogy igen, ez, a, ez a, lesz a borító, igen, emberek el fogják olvasni, nagyon remélem, hallósak, az, az Bemutató, van, ha elolvassák, az a szuper. Bemutató, bemutatóról ma még nem beszélünk, majd lesz, gondolom. Lesz, mindenképpen szeretnék, és mindenképpen tatabányán is, mert mert nagyon Mi? sok dolgot köszönhetek, ami megjelenik ebben a könyvben. Így Mikor a tudjuk kézzel fogni? kézbe fogni? Elméletileg január 29-én ez, ez van így a... Ú, a... uh, az mindjárt itt van. Igen, igen. Tehát, hogy így a hónap vége fele bízom benne, hogy ez már így kézbefogható lesz. Most már előrendelhető egyébként. Ez azt jelenti, hogy amint megjelenik, akkor így értesítik a, az előrendelőket. Nagyon jó. Hm. És akkor még valamiről nem beszéltünk, tényleg csak egy nagyon rövid időnk van, hogy te az írás mellett a képzőművészet felé is kacsingatsz. Hogy állsz ezzel mostanság? Igyekszem így a, valahogy, igen, így a képenyő időmet levenni, és a felszabadult időmet átforgatni ebbe. Most ez az új ilyen kihívásom magam felé, hogy akkor, akkor kevesebb képernyő, több festés, több kollázsolás, és több olyan, ami, ami kézzel fogható, és hát mit mondjak, analóg. Nagyon jó. Visszakanyarodtunk akkor a beszélgetésünk végén az elejéhez mert hogy Fehér Enikő tehetséges íróval beszélgettem, akinek hamarosan megjelenik az Analóg Ember című könyve. Én azt javaslom az olvasóknak, hogy keressék Enikőt is, keressék a kötetet is. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Igaz, hogy az analóg emberekhez szól, de talán azok, akiket egy picit elragadtatja időként a digitális világ, azok is jól fognak szórakozni, és azoknak is jelent valamit. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, viszont كasana مaleheتك sige